Az olaszországi Pisában rendezték meg a kerekesszékes vívók idei második világkupa versenyét. Az oroszokon és a kínaiakon kívül teljes volt a mezőny, Magyarországot 11-en képviselték. Közülük az NVSC vívója, Tarjányi István a kard egyéni versenyben veretlenül tudta le a csoportmeccseket, majd az egyenes kieséses szakaszban a döntőig jutott, ott azonban 15-12-es vereséget szenvedett a lengyel Kászlótól. A csapatversenyben a magyarok előbb a görögöket, aztán a franciákat győzték le, a fináléban pedig 45-44-re múlták felül a házigazda olaszokat, így Tarjányi István megszerezte első világkupa aranyérmét. Fantasztikus érzés, tényleg még mindig a hatása alatt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült összehozni. Nem, elmondhatatlanul örülök neki tényleg, és hogy otthon az olaszokat megvertük, szerintem nagyon nagy fegyvertének számít, és ezt senki nem remélte, és nem is számított rá, és ott a himnuszt hallgatni a pódiumon, az fantasztikus érzés. Veres Amarilla párbajtőr egyéniben ezüstérmet szerzett, kard egyéniben pedig az ötödik helyen zárt. A paralimpiai bronzérmes vívónő ezzel az eredménnyel a kardozók között átvette a vezetést a világranglistán. Nekem egy nagyon jó visszacsatolás, hogy hogy a mindennapos munka az ilyen formában kifizetődik, hogy amit az edzőmmel, Bélával és Pistivel beleteszünk minden nap munka, az ilyen eredmény formájában kijön. Világkupát lehet nyerni, többeknek sikerül egyszer-egyszer, de aki igazán felkészült, az a világranglistán elől van. Jó, lehet, hogy nem feltétlenül a legelső, de hogy az elsőben mozog, úgyhogy nagyon, nagyon örülök ennek az eredménynek, és a sorsolásban annyit számít, hogy egyre könnyebb ellenfeleket fogok majd kapni. Pákei Béla mesteredző szerint Veres Amarilla a tőle már elvárt teljesítményt nyújtotta, Tarjányi István pedig várakozáson felül teljesített a versenyen. Tarjányi István most egy nagyon nagy falat bontott le, neki eddig kardban nem volt érme, most bekezdett azonnal egy ezüstéremmel, ami csodálatos, nagyon szép. Én úgy gondolom, hogy ez neki újabb löketet ad ahhoz, hogy elhiggye magáról, hogy bárkit meg tud verni a világon, illetve a csapat aranyérem, amely csapatban ugye egy jelentős figura volt, mint B kategóriás, tehát a terhet mindig ő cipeli, mert ugye ő más sérültség kategóriában van, tehát neki meg kellett tartani az eredményt, illetve ő nem lecserélhető. Ezért azt gondolom, hogy mind a két számban maximálisat nyújtotta. Veres Amarilla hozta azt, amit eddig is megszoktunk tőle, bár ez a legnehezebb műfaj, hogy mindig azt hozzuk, amit elvárnak tőlünk, de hát valamilyen szinten ez a profizmusnak a mércéje. A két vívó legközelebb májusban a hollandiai világkupa versenyen gyarapíthatja világranglista pontjai számát.